Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Száron. Pedig ez ilyen hirtelen ötlet volt, hogy ez a délelőtt van, és akkor hova lehetne elmenni, hogy végülis a Szár közel van, tehát most eljöttem ide Szárig, és az egyesnek a régi nyomvonalán megpróbálok eljutni Bicskéig, aztán meglátjuk, mennyire sikerül. Elég borús idő van, viszont az eső nem esik. Tehát az lesz, elkezd esni az eső, akkor valószínűleg abba is kell hagyni a bejárás, mert ott a nagy sárba akkor már nem lehet közlekedni. Most szerencsére eső még nem esik, hőmérséklet az olyan 4-5 fok körül van, az még vállalható. És közben akkor nézzük meg a szári megállóhelyet. És egyébként ez az első vonalbejárós videó, amit már az új kamerából fogok fölvenni. Ugye eddig a Héves BZ-nél használtam, meg egy még nem publikált videónál, hogy az IC Plus első osztályban is ezzel forgattam már. De vonalbejárásra éles bevetésen még nem vittem el. Ez lesz az első alkalom. Majd meglátjuk, hogy mennyire válik be. Remélhetőleg befog. És közben így megnézzük a megállóhelyet is. Ezt nézzétek, tehát azért esőbe álló az van mind a két oldalt. Ugye A meg B vágány van, szokás szerint. Másik oldalt egy ugyanilyen vasbódé van, ahova ilyen eső elől be lehetne. Lehet, hogy padok is vannak bent. Vannak, hát. És egyébként ez a kamera az ilyet is tud. Ilyen, van ilyen éjszakai mód, tehát ez a infrával, sötétben is. Hát most itt nem nagyon van jelentősége, de például korom sötétben a semminél egyel többet lát. Ezt egyébként még nem próbáltam ki élesbe, csak otthon, a szobában lekapcsolt világítás mellett, hogy a teljes semmi ez képest azért valamit mégis lát. Hát errefele meg már nincs semmi. És akkor mindjárt megmutatom még a peronnak a másik végét is, hogy a kötelező kellékek azért megvannak. Hát a menetrend kirakva. És arrafele meg a peron. Hát ez még nem a viakorodos, itt korábban már megvolt az átépítés. Simán a sárga csík jelöli az elsodrási határt, és sima beton, nem pedig viakolor, mint amit már mostában megszoktunk. És itt van a lépcső, ahol le lehet menni, itt van egy aluljáró. Az én gondolom közút is van itt, és akkor itt lehet a túloldalra átmenni, és egyet a régi nyomvonal az arrafele ment. Hát itt vagyunk a sinek alatt. Azt hittem, hogy itt egy közút van, de nem. Bár szerintem régebben itt volt valami út, csak elkezdték kiépíteni, és csak eddig jutottak vele. Megnézzük, itt van. Viszont itt lehet átmenni a túloldalra, és egyébként valahol arrafele lesz, de majd nézek térképet is. A régi nyomvonal, és Szár már az egy olyan hely, ahol már jelentősen eltávolodott a régi és az új nyomvonal. Mert a régi nyomvonal az megkerült ott egy nagy hegyet, és ezt vágták át. Ugye gondolom robbantásokkal, meg nehéz földmunkákkal, hogy teljesen ki lehessen egyenesíteni a hegyet kerülő kanyargós pályát. És emiatt a régi szári állomás is jóval messzebb volt, de már sok nyoma szerintem nincsen. De valahol errefele kell elmenni. Hát a nyomvonalat nem lehet teljesen követni, viszont azon a Mellék utcán tudtam bejönni, és arrafele van a vasútvonal, és valahol itt jöhetett, de térképen jól látszik egyébként, hogyha a műholdképet a Google-n megnézem, de így nem jól lehet be. Viszont ha mindjárt megmutatom a térképet, hogy itt egyenesen hamarosan belemegyünk a nyomvonalba. Ezt nézzétek. Tehát egy picivel tovább megyek ezen az úton, akkor az már a nyomvonal lesz, és mondom, hogy ezt a kunkort vágták le, ezt a kanyargós részt, így nyílegyenes le azzal a hegy kirobbantással, és ott viszont még Szárnak a határában lesz egy őrház, ami még a Google Maps-en úgy látom, hogy volt képen, idefele jött, megnéztem, hogy megvan még. Tehát, és Bicskéig fogok eljutni, mert Bicske alsó és Bicske között gyakorlatilag ugyanazon a nyomvonalon van a vonal, tehát ott nem érdemes bejárni. Ott gyakorlatilag 90% fölötti fedésben van a félvonal, és maximum ilyen pár méterekre távolodik el tőle. Hát talán itt jobban látszik, nem úgy tűnik, viszont lehet, hogy ott a fönt ott az a növényzet van, ott lesz. Szóval itt már egy másik érdekesség Száról,
hogy az átvágott hegy, ahol végül is átvitték egyenesen a vasutat, az egy igen kedvelt ilyen spotterdom volt régebben, a vasútfotósok körében, hogy ugye oda felmászva a hegyre, de mindkét irányban, és ráadásul így évesen be lehetett a pályát látni, és onnan, hát ilyen teleobjektívvel nagyon jó fotókat lehetett csinálni a vonatokról, meg akár ilyen marizét totál képekbe is, és mi az egyes vonal az Magyarország talán egyik legforgalmasabb vasút, vagy hát az biztos, hogy az egyik legforgalmasabb, de akár meg is kockáztathatjuk, hogy a legforgalmasabb vasútvonal. Tehát valami téma mindig jön. Hát egy időben nagyon közkedvelt hely volt a vasútfotósok körében ez a spotterdom. Hát ha útbe esik, megnézem, de szerintem azt most pont el fogom kerülni. Jaj. Valamit megnyomta, amit nem kellett volna. De úgy látom, a felvétel az folyamatos maradt. Na és nagyjából most vagyok a régi nyomvonalon. Hát ennyi látszik belőle. Így, hát próbálok valami nyomot találni. Hát majd a fentülőpontút meg fogom nézni, hogy mi látszik belőle, meg mi nem. Mert ugye mivel tényleg az indulás előtt így 3-4 órával találtam ki, hogy akár ide is jöhetnék. Így körülbelül összepakolás, aztán irány a metró, meg a vonat. Mert csak a menetrendet néztem meg, hogy na akkor a következőt még elérem, hogyha most elindulok. Úgyhogy így nem volt meg a tervezési szakasza a történetnek, tehát nem néztem meg előtte a fentülőpontot se. Csak így a vonaton a Google műhold képét. Ugye most laptopot sem hoztam magammal, csak telefont. Azon meg a fentülőpontú az nem jön be. Legalábbis nálam egyik böngészővel sem működik rendesen. Viszont a műhold képen meg jól kirajzolódik a nyomvonal. Meg ugye az offline térképen is látszik, hogy tényleg erre jött. Hát egyébként meg a... Hát innen viszont sok minden nem látszik róla. Ami korábban volt, hogy oszlopcsonkok, meg szelvénykövek, hát itt semmi. Egyenlőre, aztán még lehet, hogy fogok találni. És lássátok fel, nem is kellett sokat jönni, hogy bebizonyosodjak róla, hogy tényleg a jó nyomvonalon megyek. Bizony, ez egy felsővezeti tartó oszlopnak a maradványa, és túloldalt a párja is megvan. Tényleg erre fel kell jönni, és kicsit elkezdett szemelkélni az eső, nem nagyon, tehát tényleg az nagyon minimális, de arra pont elég, hogy kamera lencséjére essen, de se baj, mert errefele fúj a szél, még hogyha nem is nagyon, úgyhogy az esőcseppeket is így akkor arra fogja vinni. Én meg addig, ameddig videózok, tolató üzemmódba kapcsolva, haladok errefele, és akkor így nem lesz vizes a kamera. De hát akkor errefele kell haladni, és itt követni a nyomvonalat, és akkor valószínűleg találok még ilyesüket. És közébben egy olyan 7 kilométerre van Bicske. Nézzétek, itt van még egy oszlopcsonk. És akkor itt már egész jól alá kivehető a nyomvonal. Ugye így bevágásba ment egy koron, és némi ágyazott maradvány is van, hogyha jobban megnézzük. Ilyen szóval szerintem még a régi nyomvonalban még bányakavis ágyazat is volt akkoriban. Itt errefele is, már Moldova is megírta, hogy az akkori pályamesterrel, mikor interjút készített, akkor ő mondta neki, hogy bizony itt már elég rossz állapotban van a vonal, de már épül az új, és jó lenne, ha idén gyorsabban átadnák, mert ez már nem fogja sokáig bírni. Még valami olyasmire is emlékszem, a régi nyomvonalnál jött az alapból a gyors volt, és aztán kiesett a sínszeg, tehát ott is sínszeges rész is volt. Az egyik azért alfa rögzítésből. Tehát ott már nagyon várták, hogy elkészüljön az új nyomvonal. Itt van még egy oszlopcsonk, itt azért már kicsit jobban kezdett benőni a nyomvonal, bár ilyen nagyon áthatolhatatlan gaz még nem volt. Azért készültem, mert megint ágvágóval jöttem. Eddig még nem kellett használni. Hát látjátok, így néz ki jelenleg a nyomvonal. Vaj, hogy az eső továbbra is szemelkél, bár jobban nem kezdett rá, és addig nincsen baj.
Itt erre fele tudunk tovább haladni. Jó, szerintem most lehet az első éles tesztje a stabilizátornak is, hogy menjél ki ebbe a kamerában, már több fokozatban lehet állítani. Aztán ezért normál, közepes, megerős, és most a legnagyobb fokozatra állítottam. Kíváncsi vagyok, hogy mit használ. Az előzőhöz képest, ahol igazából két funkciója volt neki, be vagy ki. Tehát eddig még látjátok, egész jól járható a pálya. Még ösvény is van rajta, tehát... És én vagyok az első, aki járt rajta, pá. Ez vajon a vasúthoz tartozik? Hát nem, szerintem nem is, itt van egy villanypásztor. Pattog is. Ha hallom, hogy pattog, akkor állam is van benne. Na, ezt nézzétek! Ez biztos valami térvilágító, hogy olyan világítási oszlop lehetett. Itt lehetett valahol a régi szári állomás, ez pedig egy lépcső fölfele. És akkor itt lehetett egy átterasz, egy gyalogos aluljáró, inkább egy gyalogos aluljárónak nézem. Na, megnézem mindjárt, lemászok és megnézem, hogy közelebb lehet-e menni. Aha. Ez inkább egy gyalogos aluljárónak tűnik. Azért óvatosan mászkáljon erre, hogyha valaki erre jár, mert nézzétek is, a dolog van itt. Már nem nagy, de azért egy bokafizamot nem jó itt összeszedni a semmi közepén. Aha. És ott a villanypásztor, az előbb láttam egy lovat is elmenni. Erre. És ez már magánterület. És vajon itt van-e feljáró a másik oldalra? Látjátok, itt van a villanypásztor lekerítve, úgyhogy nem tudunk tovább menni, nem is fogunk. Irány vissza. És ugyanezt fentről. Hát itt is le van kerítve az egykori nyomvonalnak a fele, de szerencsére csak a fele. És valahogy lesz a följáró vége. Az ma azért picit jobban be volt nőve. Haladjunk erre tovább. Valószínűleg egyébként itt volt a régi szádi áramás. És azért ilyen széles itt a töltés, mert ugye több vágány volt. De most a vasútállomásoponton azt írják, hogy már a megszüntetés pillanatában látható légifotón se voltak meg a mellékvágányok, azokat már akkor felszedték. De ez lehetett azért is, mert már ugye az új nyomvonal építés alatt állt, és a régi bontását meg azzal kezdték. Na, itt volt a régi szád megálló. De bizony ez már a... Aha. Meg itt pár betonalja, amit már a moha betemetett. Valószínűleg ez is egykor a megállóhoz tartozott. Itt viszont már jó kivehető a nyomvonal, szintén előre. És még általában a Bicska fele még megvan egy őrház, meg egy-két szelvénykő. Hát, meglátjuk, mit fogok még találni. Egy szelvénykő, amit sikerült felfedezni. És ugye itt van a töltés. És hát ennyi. És lesz itt majd egy átelesz is, azt majd mindjárt megnézem, hogy mennyire járható, vagy nem járható. És itt erre feladunk, és itt van bizony a régi nyomvonal. Így bizony itt van az átelesz. Ez egyértelműen a régi vasúti töltés. Na, ezt nézzétek, itt van még egy felsőletéktartó oszlopcsonk. És a párja is megvan a túloldalt. Ha visszakapjuk a fókuszt, meg is mutatom, ott van. Hát, a gaztengerben azért látszik, hogy ott van. És újra némileg javult a helyzet, mert van itt egy ösvény. Ezzel meg úgy, ahogy lehet menni. Még azért volt olyan szakasz, ahol szükség volt az árvágóra, hogy utat tudjak magamnak vágni. És bizony mindjárt már Bicskén vagyunk, előtte meg új barokk szélén el fog menni.
és ott lesz a régi őrház. Térképen legalábbis jelölve van. Hát egy olyan körülbelül 300-400 méter múlva kiderül. És látjátok, azért itt oszlopcsonkok folyamatosan vannak. Jó, minden egyes oszlopcsonknál nem állok meg videózni, mert akkor sose jutnék a végére. Valószínűleg túl nagy munka lett volna kiásni a beton alapokat, és azért ezeket inkább ott hagyták. Végül is enni nem kér. És hát azóta se volt ebből probléma, hogy itt van, mert ugye el van itt a semmi közepén. Hát kicsit javult a helyzet megint. Itt már csak vékony szárúak vannak, azok meg nem annyira ellenfelek, főleg, hogy nem is szúrósak. És itt majd lesz még egy kunkora vonalba, viszont ameddig ilyen jó kivehető és követhető a töltés, addig sima ügy. Azt érted, tehát az oszlopcsonk után bevágásban folytatódik tovább a régi nyomvonal. És bizony azért volt itt ilyen kunkoros, mert ezt a dombokat meg itt a hegyeket kerülgette. És hát nem véletlenül vitték pont itt. És ez a kanyargós vonal részlet kiegyenesítve azzal, hogy ott kirobbantottak ott abból a hegyből egy darabot szádnál, és elvitték arra egyenesen. Ott az előtérben látok még egy oszlopcsonkot, meg egy esőcseppet a lencsén, mert megint egy picit jobban elkezdett szemerkélni. Úgyhogy majd lehet takarítani megint. Hát. És itt még az ágyazatkőből is van valami. Aha, tehát csonk. Csonk. És innen viszont nem nehéz követni a nyomvonalat. Ezt nézzétek, megvan az őrház. De most ki kellett jönni ide Újbarokra a főutcára, mert láthatóhatatlan volt a dzsumbúj. Vágtam egy gyösfét magamnak, és ott kijöttem. És viszont itt van az őrház, viszont ott van egy mellékutca, be lehet menni, fel lehet venni a másik irányból is, megpróbálom. Még az is lehet, hogy laknak benne. Hát ezt nézzétek, itt van az egykori őrhely melléképülettel minden, mert villany nincsen bevezetve. Tehát valószínűleg nem lakják. Ezt megnézem egy kicsit közelebbről. Ugye ez szabványos őrhely épület, látjátok a padlás feljárót. Egyébként sínszál még a kerítésekbe is végig. Hát nem valószínű, hogy lakott, mert akkor legalább a villanyba lenne vezetve. Kerti budi, disznól, van egy pince is, hát oda most biztos nem megyek le, világítás nélkül. Aztán is nézd, már is nyitva van. Szokásos épület, ez volt a szolgálati lakás. Ez pedig gondolom a... Igen, egykor még tudom, a TV antennának a coax kábele. El tudom képzelni, hogy ez még lakott volt. Akár egy ilyen 5-6 évvel korábban is. De... És szerintem még mindig már tulajdon. Szemelet, hogy alakult a szer... Igen, aha, itt volt a villanyóra. Hoppá, 2019-es naptár. Akkor még 2018-ban, vagy 2019-ben itt még lehet, hogy lakott valaki. Még 2018-ban még megkapta a naptárját, vagy akkor még vett egyet, hogy... és utána költözött ki a fürdőkád. Félek az ágvágótól. Ah, itt volt a fürdőszobája. És szerintem ott a falon még volt egy villanybojler is. De a vezetékes víz az be van vezetve, tehát itt is volt egy, ez volt a konyha valószínűleg. Na fókusz kérem vissza, köszönöm. Itt egy mosdókagyló lehetett, vagy a témosogató. Tehát be volt vezetve a víz, meg a villany. Tehát ez még... Megkockázhatom, hogy még most is
ki lehetne adni. Hát bár ugye felújítás után természetesen, bár ugye felújítandóként szerintem még eladó is lehetne, ugye új baloknak a határában van, tehát igazából a falu sincsen innen szerintem annyira messze. És hát egy ilyen szobakonyhás lakásként meg simán elmegy. Tehát szerintem ezt ki lehetne adni a kinek. Aztán nem ér. Csak hát a MÁV-nál valamiért nem szeretik. Tehát a régi épületeket még úgy se, hogy valakinek így nyomott áron ki lehetne adni bérbe is azzal a feltétellel, hogy rendbe hozza. És itt korábban lehetett egy ablak. Amit nyilván falasztak, hát ugye nyilván, mert itt volt a vasútvonal mellettünk egyébként, és szerintem azon a földúton még követni is lehet valameddig. De ez, és itt ment tovább a töltés Biske fele. Na, hát így néz ki a padlás. Na, most legalább az éjszakai üzemmódnak is használt vehetjük. Nem fogok jobban felmenni, mert szemlátomás nincs mér. És nem biztos, hogy megbírna azért már a födém, az nem tudom milyen állapotban van. Itt ment egykor a töltés. És ott az említett tölház, ami még megvan. És mindjárt mutatom a másik irányt. Errefele tudunk menni. De van mellette egy földút, úgyhogy majd idővel lehet, hogy oda ki kell menni. Nagyjából eddig lehetett követni a nyomvonalat. Valahol itt megy egyébként továbbra is, de itt már akkora a dzsumbúj, hogy mert nem is igazán érdemes, mert itt már nincs semmi. És valahol még keresztezni fogja a mostani egyesnek a nyomvonalát is. De innen már gyakorlatilag egyenesen megy Biske fele. És aki érdekesség, innen már valószínűleg nem lesz. De ha valamit itt még látok a töltésen, akkor majd megpróbálok utat vágni és bemenni érte, de nem valószínű. Oszlopcsonkok valószínűleg vannak, meg szelvénykövek, ha más nem, de... Vagy hát ezeken kívül nem nagyon lesz más. De hát ez az átedesz, ez az egykori vasúti töltésem volt. Tehát itt már gyakorlatilag itt a töltés helyén megy a földút. És egy alapjú még így is van, viszont így már közelebb vagyunk a mostani nyomvonalhoz. Na, nagyjából itt lesz az, ahol a régi nyomvonal keresztezi majd az újat. Ugye itt a földút mentén így mellette, vagy részben rajta haladt. Aztán majd meglátjuk, hogy meddig sikerül követni. De innen már olyan közel, tehát ott már látszanak a felső vezetéktartó oszlopok is a háttérben, hogy az bizony már az új nyomvonal. Hát egyelőre még követem a régit, ameddig tudom. Aztán lassan már Biskén vagyok. Jaj. Mit akar ez mindig? Néha kiírogat ilyen érdekes dolgokat az a kamera, amit nem tudok mire vélni. De a felvétel az megy tovább. És csak hogy elhiggyétek, hogy tényleg a földút a nyomvonal mentén megy egy oszlopcsonk, és itt van a párja a másik oldalt. Tehát bizony itt ment régen. Viszont nagyjából szerintem ott is, ahol a földút is úgy látom elkanyarodik, ott a térkép szerint szintén csinál egy kunkort. Ja nem, ott a földút nem kanyarodik el még. Hát meglátjuk, hát egyre megyek ameddig tudok, aztán majd figyelem a térképet, hogy hol ment a régi nyomon, és megpróbálom követni. Aztán lehet, hogy nem sikerül, és akkor a földúton megyek Biskéig. Itt van egy oszlopcsonk, ott meg egy vonat. Pont most jött. És akkor mindjárt mutatom a párját. Itt pedig a párja az oszlopcsonknak, ami azért érdekes, mert egyenesen ezen a földúton jöttem. Mert ugyan a térkép, majd mindjárt azt is megmutatom, mutat egy másik utat. Tehát ott vagyunk most, ahol... És akkor itt is mutat egy nyomvonaltervet, hogy itt csinált egy kunkorta vonal, viszont... Ennek még hogyha műholdképen van is némi nyoma, de... Itt ugye nem lehet menni, mert nagyon gazos, meg utat se láttam. Viszont a villanyvezeték az tényleg ott van, ahogy jelöli, de... Tovább menve egyenesen, tehát hogyha itt oszlopcsonkok vannak, akkor valószínűleg ez volt a jó nyomvonal, és a térkép ezt is jelzi. Tehát valószínűleg itt hibás volt a térkép. Vagy legalábbis részben hibás volt, akkor viszont nem keresztezte a mostani vasút nyomvonalát, az is látszik, mert
ott jelez egy olyat, mint a kereszteznél. Bár szerintem egyébként itt igen, mert ez a régi hatos vonalnak a kiágazása volt, és ez biztos, hogy itt volt. Ez később volt ez korrigálva, amikor az új nyomvonal megépült. Akkor történt itt egy korrekció, hogy a HM azért, tehát, sőt, az még talán korábban is, mikor a HM-nek az a olajraktár odaépült, akkor a másik irányból itt történt a kiágazás. Tehát ez itt a régi nyomvonal volt, amit akkor megszüntettek, és akkor szerintem a régi nyomvonal, az is lehet, hogy akkor még a régi nyomvonal volt meg, és akkor viszont ez a része valószínűleg valós, hogy itt elkanyarodott, és akkor itt csinált egy kunkolt. De szerintem azt nem fogom tudni követni, hanem inkább azt levágom, és akkor itt egyenesen eljövök. És itt van, megvan a bizonyíték, hogy bizony egyenesen bent a régi nyomvonal tovább. Ez a régi átedesz. És látja, két vágányú vonal azért ilyen széles. Tehát ez biztos, hogy eljött a régi nyomvonal. Na most már csak valahogy föl kéne mászni a nyomvonalra és tovább menni, mert hát erre nem túl egyszerű. Azért itt még megpróbálok itt valahogy mellette elmenni. Ezt nézzétek, itt van még egy oszlopcsunk. Párja is itt kell valahol legyen. A régi meg az új töltés között, de azt ugye nem találtam meg viszont. Ez legalább mutatja, hogy jó helyen vagyok. És egyébként itt közvetlenül mellettünk van a mostani nyomvonal itt. Akkor azért nem nagyon távolodott el a kettő egymástól. Könnyebb lesz bejárni. Úgyhogy itt az ösvény, tehát itt azért lehet haladni. Csak előre. Meg itt van nálam az ágvágó. Kész közelbe, hogyha valahol utat kell vágni. Itt azért már vannak szúrós akácok is. Aha, erre tovább. Hát így gyakorlatilag Bicskéig, ez itt ennyi lesz, hogy be kell sétálni. Amikor a hatosnak a nyomvonalát jártam be, akkor mutattam is még azt a két érdekességet, ami még ott addig van, mint a Bicskei vasútállomásig, hogy van két ilyen híd, ami semmiből nem vezet a sinek fölött. Lehet, hogy a másik, vagy lehet, hogy itt is fogok vele találkozni. De csak külön azért most nem megyek. Meg nem teszek kitérőt, mert azt már egyrészt úgy is megmutatta, másrészt mert sok érdekesség ott abban így már nincsen. Ugye az egyik az úgy tudom, hogy egy előmű épült volna ott Bicske határába, és annak készült el, hogy majd az egyes úton majd épül egy bekötő út hozzá, és csak a híd készült el, az út az nem. Meg az előmű se, meg épült volna egy iparvágány is, az meg talán, az még el is készült, vagy legalábbis részben, csak sosem használták. De most ez csak így fejből, tehát nem biztos, hogy pontosan emlékszem mindenre. És ott is van két oszlopcsonk, ez az. Igen. Megtaláltuk a következő oszlopcsonkot. És ennek megvan a párja is. Itt van. Itt látszik kb., hogy régi meg az új nyomvonal így gyakorlatilag ugyanott megy. A régi hídnak is ott a helye. És az mellette a töltés is. Hát én meg ezen az úton fogok menni, ameddig lehet. Hát innen már tényleg csak Bicske jön. Úgyhogy csak előre. Meg ez legalább jól járható. Amit szerintem ez megy a HM olajraktárnak a hátsó bejárata fele megy. Közben még mindig Bicske határában, és ott van egy oszlopcsong, tehát ez itt a régi töltés, még mindig a mennete gyakorlatilag egymás mellett, és itt van a párja. Tehát itt ezen a földúton haladva, most éppen a régi vasúti töltésen megyek, és innen melyiket tényleg nincs sok hátra, tehát tényleg annyi, hogy besétálok Bicskére. Maximum 2 kilométer, és ott vagyok. De hát ennyi volt itt ez a vonalbejárás. De hát azért találok még valami érdekességet, akkor azt megmutatom. És látjátok, itt van a
átedesz, és azért ilyen széles, mert ugye a régi nyomvonal mellé épült az új, hát itt már eléggé be van nőve, ide nem fogok most tudni lemenni. De hogy gyakorlatilag egymás mellé építették a kettőt, nem véletlenül. Tehát itt ezen a szakaszon azért olyan komolyabb kordekció már nem volt. De haladunk szépen elő, de majd hamarosan itt lesz mellettünk a 6-os vasútvonal. Ja, az egy kicsivel később még az olajraktár előtt ágazik el. És az olajraktárig a sinek is megvannak. És időnként pedig úgy tudom, hogy az űrszelvényt ki is takarítják. Ez pont a Válvölgyi, vagy hagyjátok, hogy jobban ismert a felcsúti kisvasút miatt van, mert ugye a tervek megvannak a meghosszabbításra. Mármint, hogy Bicskéig meg legyen hosszabbítva a kisvasút, és emiatt ugye rendszeresen az űrszelvényt azt kitakarítják. Meg ugye egyszer már ugye nagyon kitakarították fakivágásokkal mindennel, és azóta is azért évente egyszer legalább kitakarítják, ott meg fog jönni egy tehervonat, ezt megpróbálom lettek le Trainspottingolni, de nem lesz itt egyszerű, mert akkora nagy gaz van, hogy de amennyire lehet azért megpróbáljuk. Első fordított felvételt is kipróbálom legalább ezen a kamerán, ugyanúgy forgatható az LCD szerencsére, mint a réginek. Hát most vettem észre, mikor átöltöttem már a videót, hogy az utolsót nem sikerült felvenni az áros nittet. Mondjuk Bicskén aztán nagyon ezért ki kellett lépni, hogy pont elérem vonatot, az pont sikerült is. De a vonaton felvettem egy záros nittet, legalábbis én azt hittem, hogy felvettem, aztán most kiderült, hogy nem. Hát a lényeg az annyi volt, hogy végül sikerült bejárni a vonalat, most már Szártól megvan. Tehát még Szártól Tatabányáig még azért van feladat vele, de az majd egy későbbi folyamat lesz, úgyhogy ez ennyi lett volna. Hát, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és sziasztok!